Én szeretek vele riportot adni, mert akkor olyan biztonságban érzem magam, hogy majd biztos, hogy beszélni fognak, mondani vicceseket, és akkor én úgy ülök mellett, és az úgy kicsit megnyugtat. Azért izgultál ennyire, hogy idejére. Hát most már mondjuk, hogy többször felhívtuk Korcit, igen, most már lassan én is így szólítam. Sőt, igen, a Korci sokszor mond olyanokat, amit én így én nem is mondanék el soha, és akkor utána mondom neki, hogy te figyelj, most ezt... Ezt még kellett mondani. De hát nekem valami a szívemben a száma, nem tudok így filterezni, az igazság. Én meg sokkal nehezebben, igen. Ugye? Milyen lehet? Ott valahogy erre tanítottak, mondhatjuk? Vagy nem is kellett tanítani, ez jött zsigerből valamiféle? A légkörből adódott, igen, hogy úgy ki lehetett mondani úgy mindenféle dolgokat. Cenzúra nélkül. Igen. Igen.